A Gemenc Motoros Egyesület tagjai alapították meg július 2-án a Szekszárdi Polgárőr Egyesület első motoros tagozatát. Sok rendezvényt biztosítottak már, de polgárőrként nagyobb hatáskörrel, magasabb színvonalon tudják majd ezt folytatni. A tagozat létrehozását az Országos Polgárőr Szövetség elfogadta és támogatja, úgyhogy már meg is kezdhetik a tevékenységet. Viszont több vizsgát kell majd tenniük a maximális felkészültség érdekében. Megvannak ezeknek a feltételei is, tehát még nekünk is vizsgáznunk kell ebből, hogy hivatalosan csinálhassuk ezt. Aki ebbe érez fantáziát és erőt magába, akkor ott szívesen várjuk. A két egyesület többször dolgozott már együtt, és régóta tervezték, hogy létrehoznak egy motoros polgárőr tagozatot. Az OPS, vagyis az Országos Polgárőr Szövetség és a Megyei Szövetség is támogatta a kezdeményezést. Egyelőre mindenki a saját motorja hátán teljesít szolgálatot, de szeretnének pályázni például motorra, rádiórendszerre vagy egyenruhára. A megfelelő anyagi hátteret és a pályázatokat le tudjam hívni, és a technikai eszközöket és az utazásukat, vagy hát az üzemanyag költségüket tudjuk finanszírozni. A motorosoknak ez egy nagyon jó kikapcsolódási és szabadidős tevékenység is lehet. A rendezvényszervezőknek pedig egy jó lehetőség arra, hogy közlekedésbiztonsági szempontból maximálisan védve legyenek a motoros biztosítás által. Továbbra is várják azoknak a motorosoknak a jelentkezését, akik szívesen teljesítenének polgárőri szolgálatot.